Ha velem tartasz erre a sorozatra, ami a csakrák magasabb oktávjáról szól, akkor megismered majd az ottani életet. És ezzel együtt, ezeknek a tudatalatti képeknek a formájában, csakráról csakrára, végighaladva azon a 7 lépcsőn, de egy világgal följebb, egy világgal magasabban. Megismerheted majd, befogadhatod majd ezeket a minőségeket. Ide, ebbe az életedbe. Azért, mert a kulcs itt van. Nem tévedésből vagy itt, ahogy néha gondoltad elkeseredetten, hanem azért, mert szeretnél tenni. És ehhez a belépőjegy a fizikai test volt. Azáltal, hogy itt vagyunk fizikai testben, azáltal megnyertük a jogot arra, hogy mint alvó ügynökök áruhában tegyünk ezért a világért. Még akkor is, ha a magasabb világban van az otthonunk. Úgyhogy ez az élet szent. Ez a születés értékes. A fizikai testünk, a gyökércsakra minden minősége itt az anyagban ezerszeresen áldott. Azért, mert ezen keresztül tudunk hatással lenni. Én kapcsolatban állok azokkal a lelkekkel, akik mondhatjuk úgy, hogy meghaltak, de mivel az élet örök, ezért mondhatjuk azt is, hogy levették a fizikai testüket. És a legnagyobb fájdalom egy lélek részéről, aki már nem él fizikai testben, halála után, mindig az szokott lenni, hogyha, és az szokta őket ide kötni ehhez a bolygóhoz, még akkor is, hogyha halálok után, miután levették a fizikai testet, már szabadon találhatnának maguknak a saját rezgésükhöz, azaz egy magasabb energiaszinthez kapcsolódó világot, és mégis itt maradnak egy alacsonyabb energiaszinten, ahol van anyag. Azért, mert megbánják azt, hogy nem tették meg azt, amit megtehettek volna. Például gondolok itt ez alatt, amit mondtam arra, hogy például lehetőségük lett volna szeretetet kifejezni valaki iránt, de nem tették meg. Mikor átlépnek, akkor megértik azt, hogy ez milyen fontos lett volna, hogy mennyire az ő szívük vágya is ez volt. És ez, például szeretnének bocsánatot kérni valakitől. Ez évekre, évtizedekre ide tud kötni lelkeket, akiknek minden pillanat szenvedés, amit itt töltenek. Mivel tenni már nem tudnak, mert a másik nem mindig hallja meg. Ugyanakkor pedig, miután levesszük a fizikai testünket, azaz a belépőjegyet ebbe a frekvenciasávba, a földre, utána már nem kell, hogy itt maradjunk ebben az alacsonyabb rezgésű világban, hiszen már nincs rajtunk a fizikai testünk, nem vagyunk kompatibilisek. Ezután mégis itt maradni óriási áldozat. És mindig egy tőre vezethető vissza. Arra, hogy az ember úgy érzi, hogy valamit nem tett meg, vagy valamit meg kellett volna tennie. Ezt csak azért meséltem el neked, hogy tudd, hogy itt lenni és cselekedni egy óriási lehetőség. És tudom, hogy te is ezért vagy itt. Cselekedetek alatt pedig ne óriási dolgokra gondolj. Már az, hogyha nő a tudatosságod, úgy, hogy közben fizikai testet viselsz magadon, azaz az anyag ellenére, az alacsonyabb rezgés ellenére azon dolgozol, hogy egy magasabb rezgést fogadj be, az a legmagasabb szintű tett, amit egy ember végrehajthat. Úgyhogy ha tettekre gondolok, akkor ne azt gondold, hogy óriási karriert kell ahhoz befutni, vagy nem tudom én milyen hőstettet kell véghez vinni, hogy ez megvalósuljon.
minden egyes belégzésed és kilégzésed, amiben a szeretetet, az egységet választod, az emeli ezt a bolygót. Minden mozdulatod velünk, amikor azt választod, hogy szeretnél egy magasabb energiaszinten élni. Minden légzésed, az emeli ezt a bolygót, és bekapcsolja a bolygó szívét.